Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Tubatu Hell's Crusade folytatása. Rakjuk ki a karaktereinket, figuráinkat. Tarantantan. És hát szép nagy térképről van szó, ez azért nem egy pici kis küldetés lesz. That was the most horrifying experience of my life. Yeah. What, fighting a poxy, fellas? Hey, bathing, you filthy peasants. Filthy peasants. Now, as you see, evil run free, and bereft of a holy army, I be. Don't thou snicker! Nay, stop that! This be the gravest hour of your pathetic lives! No, as I was saying, bereft of an army I be, but good providence has it that my army is stationed in a fort just a short hike from this village. Oi, you're just over there. Well, that seems easy. Somehow I were expecting something to have gone horribly wrong, and then some great adventure would therefore transpire. Miért érzem úgy, hogy rossz ötlet volt? Your long-winded utterings do grow poor. Let us march and recover my holy army. No. Valahol itt vannak a szent lovagjaink. Okay. Lovagunk meddig tud trappolni? Egész sokat. Charge. Meli előtt simán még egy charge-ot betol. Viszont ők csak 10 vannak. Hogy mindannyian 10 vagyunk? Ja, nem, a normál egységek 10 vannak, a parasztok vannak 15-en. Aha. Na, mindjárt más a helyzet. Oké, lassan sompolygunk előre. Térkép egy jelentős részét akadály nélkül megtettük, de itt van egy kis folyó. Teljesen váratlanul íjászok a túloldalon. Oké. Okay. Az egyik íjászt meg tudtuk csipkedni a felderítőnkkel. Hmm.
Lépett egy szintet, két jó szám. Erdei plusz egy védelem, plusz egy melee. Plusz egy sight. Mint felderítőnek úgy érzem az a leghasznosabb funkció. Lassan sompolygunk előre. Lövünk egy hatot előre. Csak egy 15-1-jel a aprólékot. És akkor itt nagyjából átkeltünk. This castle is held by my holy army. It is impenetrable. I am so offended by these foolish words, I hereby command thee. You may go first to the castle, Baldrigar. I shall wait back here, for I want to watch as you realize just how wrong you were. I hear. Kaptunk egy íjászt, meg egy felderítőt. Oké. Lassan felsompolygunk. Abban nem vagyok biztos, hogy nem akarok én itt körbenézni. Először nem láttam körkorlátot. Kaptunk 60 bogyót, meg találtunk egy gonosz felderítőt. Ötött az íjászba. Not funny.
3-3. Nem túl barátságos. Oké. Jászokat egy kicsit meg... Ne, azt nem akartam, hogy elfusson. Kinek van még akciója? De ő már nem éri el. Ja, hogy az egyik íjást elvesztettük valahol. Jó, hát ez van. Mindegy, szétbögtük. De azért úgy érzem, ez kelleténél több veszteséget okozott. Meglátjuk, hogy megérte vagy sem. Úszeg nem. Ez egy másik felderítő. Hello! You lot have returned! If you've been alive, do say so now! Köszönjük. Köszönjük ezt a kommunikációt, igazán jó ötlet volt. Ja, teljesen váratlanul. Na mi az? Headless Man, 11-es defense. Mennyit tud menni? Ki tudja. Egy galádíjászuk is van. Sosem jó. Imparcher. Szerencsére nem túl erős, de van egy szintlépésünk, Fine Blade plusz egy melee, plusz 3 charge, ha mezőre, útra vagy farmra támad, túlélő, sok-sok védelem. Igazából a védelem a lényeg benne, a lovagunkba. Fröccs.
Remek. Mi a pokol ez? Még egy head lesz. Na, egy nagy eredmény. Oké, páncél. Durva terepen plusz egy táv. Ez mondjuk nem hangzik rosszul. Nem tudom, mi a durva terep, de majd egyszer az is előbukkan. Scott Buck egy hármat. Ütünk egy ötöt, és hát ha nem is meghalt, de nem sok marad belőle. Ezt azért látjuk. Másik felderítőnk. Mondjuk így. Oké. Bök. Meg hot. Bök kettő előre. És utána vissza. Remek. Kettőt lövünk az íjászszal, úgy bizony. Te már támadtál? Hát téged nem foglak beküldeni oda. Túl könnyen halsz meg. Hát ha más nem, akkor egy kört tök nyugiba kivárunk. Íjászok szétszincálják. És a lovag lerohanja a maradéknál, ahogy köll. Szerettem volna a verődöt belfoglalni. Akkor nagy hiba volt, hogy nem rohantunk be akkor, amikor lehetett volna. Kár. Ja, azt már csináltuk, jó. Tudunk itt upgrade-elni, vagy ez egy olyan rennyi? Tudunk upgrade-elni, van 100 petálkunk.
Rajta sokat nem tudok segíteni. Tudunk venni standard figurákat, de nagyon nem kell. Van két felderítőnk, három íjászunk. Nem volt még egy felderítőnk? Nem. Egy extra parasztot is szereztünk. 130-am nincs, de mondjuk még egy íjász kell. Kell. Sokkal-sokkal jobb egy íjász. Jó, a két paraszt az kell, meg hát nincs is zseton. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Négy, nyolc, kilenc. Pont annyi kér ki a legközelebbre is, úgyhogy jó is. Remek! Irány a legközelebbi csata. Mára ennyi. Innen folytatjuk legközelebb. Továbbra is tetszik. Meglátjuk. Látom, éjszakai csata lesz.